Reggel 8 óra körül még nem igen van mozgás a zombori befogadóközpont környékén. A migránsok később kelnek, a reggelit is 9 és 10 óra között kapják. A zombori befogadóközpont illetékesei sem tudták pontosan megmondani, hogy hányan is tartózkodnak jelenleg ott. A helyiek állítása szerint több százan vannak, és szintén több százan még ilyen és ehhez hasonló tákolmányokban vannak elszállásolva migránsok, és természetesen, mint ahogy a múltkor is, most is meg tudjuk mutatni, hogy a befogadó központ hátsó részénél egyáltalán nincs kerítés. Az is szemmel látható, hogy a migránsok ugye a fákat egyszerűen kivágják, a nagyobb ágakat levágják, lefűrészelik és szétdarabolják, a sütésre, főzésre és melegedésre használják, és mivel nem jut mindenkinek ennivaló a befogadó központban, így föltalálják magukat, ahogyan tudják. Bárányokat vágnak le, ezek maradványai is ott hevernek. Ott jártunkkor is ott voltak a vérnyomok és a bárányok levágott lábai, miután az állatot elfogyasztották. A zombori befogadóközpont illetékesei később alaposan átvizsgálták az aznapi nyilvántartást. Ebből kiderült, hogy ott jártunkkor kedd délelőtt pontosan 656 migráns tartózkodott ott. Szírek és palesztinok kisebb csoportja éppen összecsomagolt és útnak indult. Úgy gondolták, ezúttal talán majd sikerül eljutniuk Németországba. Mint mondták, sokuk családtagjainak korábban már sikerült illegálisan eljutniuk oda. In my Germany, I need to get my family from Syria to Germany, and I want to work, and maybe I want to do a new search. To a new life. Did you try to cross the Hungarian border? Yeah. And? They catch us and come back and return us for Serbia. Where are you going now? To Horgos or? To Majdan. Majdan? Majdan, yeah. To border? To border. A befogadó központ körül élők biztonságérzete érdekében egy rendőrfurgon folyamatosan jelen van az egykor szebb időket megélt üdülőtelepi játszótere környékén. Amíg a migránsok ébredeznek, a befogadó központ környékén élők igyekeznek bevásárolni a helyi kisboltban, később már nemigen mernek kimenni az illegális bevándorlók miatt. Jako ih je puno, mi ne stižemo, evo dođemo rano u prodavnicu ili kasnije ne možemo, budu ovdje svi napolju, bez maski, niko maske ne nosi, ne znam, ne razumem, to niko ne kontroliše. Az illegális bevándorlók között gyakoriak voltak a nézeteltérések, loptak, verekedtek, néha kések is villantak, tudtuk meg a táborlakóktól. Ennek elkerülése érdekében a zombori befogadóközpontba csak az arab országokból érkezőket, főleg a szíreket, irakiakat és palesztinokat engedik be, akik regisztráltak Szerbiában. Afgánok, pakisztániak és fekete-afrikaiak nem mehetnek a zombori befogadóba. Az ott tartózkodó illegális bevándorlóknak napi háromszori étkeztetést, tisztálkodási lehetőséget és orvosi ellátást is biztosítanak. Ezekért cserébe a migránsoknak részt kell vállalniuk a takarításban. Az udvaron egy sátor alatti rögtönzött dzsámit is kialakítottak az illegális bevándorlók részére.